Már 300 településen nyújtunk kikapcsolódást családoknak és üzleti partnereknek egyaránt. Jelen vagyunk otthonában, és már otthonán kívül is. A 100%-ban magyar családi vállalkozásunk több mint negyed évszázada ügyfeleink bizalmából építkezik, hazai értékek mentén. Televízió, internet, telefon. Egyedi távközlési megoldások. TAR. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a TV képernyők előtt, Csáki Márton vagyok a Városi Stadionból. Néhány pillanat múlva megkezdődik majd a Hódmezővásári FC Szekszárdi UFC NB3 középcsoportjának bajnoki mérkőzése, de még a mérkőzés kezdet előtt egy ünnepélyes kezdőrugásnak lehetünk szemtanúi, melyet Fejes Loretta fog elvégezni. Róla azt érdemes tudni, hogy a vásárhelyi futballklub fotósa, videósa, és a 22. születésnapját tölti most éppen be, és a klubtól az áldozatos munkáért kapta ajándékba, úgymond ezt a kezdőrugást. Isten éltesse sokáig, sikerült is elvégezni a kezdőrugást. Kap egy nótát is a lelátóról. Csak hogy még emelkedettebb legyen a hangulat, és akkor nekem van időm elmondani, hogy kik fognak közreműködni. Itt a mai délutánon a mérkőzés játékvezetője Mencsik László lesz, asszisztensei Pogonyi Ferenc és László István Sándor, a játékvezető ellenőr pedig dr. Parócai Dezső, és akkor ismerkedjünk meg gyorsan a kezdőcsapatokkal. Kezdjük a vendégszekszárdiakkal. 89-essel Pomazi Zoltán Krisztián a kapuban, aztán mezőnyben emelkedő számsorrendben 10-essel Lékó Roland, 11-essel Fekete Marcell, 14-essel Horog Ádám, 18-assal Tratnyek Dániel, 20-assal Arena Ármin, 22-essel Rácz Áron, 23-assal Kis Bence, 45-össel Szeles Patrik, 92-essel Budai Dávid és 98-assal Vir Dániel. A kispadon foglal helyet itt a mérkőzés elején 7-essel Matesz Kornél, 4-essel Aszalós András, 8-assal Béla Dániel, 9-essel Péter Antal, 68-assal Rácz Ferdinánd, 77-essel Tóth Dávid és 99-essel Sütő Endre. A vendégek vezetőedzője Túri Zsolt. Ők láthatóak egyébként fehérmezben és szokásos kék-sárga szerelésében lesz látható a vásárhelyi csapat, amelynek kapujában ezúttal nem Veszelovszki, hanem Füstös Krisztián 12-essel, aztán mezőnyben 4-essel Huszár Gergő, 5-össel Ondrej Jó Tamás, 6-ossal Gyüre Levente, 8-ossal Németh Kristóf, 9-essel Bata Kristóf, 11-essel Molnár Ádin, 15-ossal Povázsai Zsolt, 18-ossal Antman Joshua, 19-essel Orosz Márk és 21-essel Hegedűs Martin. Kispadon 1-essel Veszelovszki Gábor, 25-ossal Kovács Krisztián, 2-essel Zahorán Balázs, 3-ossal Tóth József, 7-essel Gyürki Máté, 13-ossal Molnár Bálint, 16-ossal Katona György és 17-essel Kis Krisztián. A vezetőedző most Koncz Zsolt távollétében így megbízott jelleggel, ideiglenes jelleggel Antal Krisztián lesz. Úgyhogy most már azt hiszem minden hivatalosan közreműködő és szereplő személyt ismerünk. Lássuk a mérkőzés 16. fordulóba járunk már egyébként itt az NB3 középcsoportjának küzdelmeiben, úgyhogy lassan eltelik a bajnokság első fele. És egyelőre egész bíztatóan szerepel a vásárhelyi csapat, hiszen 9. helyet foglaljuk el a tabellán. De ez persze nem jelent semmit. Hegedűs, laposan, Pomozi, öleli, Fekete, jó beadás. Orosz tudja kicsúsztatni, nincs is Orosz. Orosz teszi középre. Orosz jön a jobbján, Orosz kapja is, és teszi középre. Batának jó, Bata a kapu torkából fölé rúgja. Jól tekeredik középre, ez így Füstösé kell, hogy legyen. Igen, Füstös maga biztosan nyúl fel és húzza le a labdát. Lapos távoli lövés. Lövés távolról, hát ez jócskán elkerül a kaput. Hegedűs. Laposan középre. Hol a labda? Ott a labda, Huszár. Molnár Ádinnak remek a kiugratás, középen kellene érkezni. Hegedűs és Német, aki jön, de ez így Pomozié. Ez jónak tűnik, óha, sikerült is megelőzni. Még nála. Andrea megint visszateszi. Rácz, Molnár Ádin. Molnár Ádin. Molnár lő! Ondrej jó. Most jön. Huszár fejjel. Kis. Az veszélyes. Budai. Füstös remek ütemben lép ki a kapujából.
Jó, a kaputorkából sikerül. Mi pedig visszahúzódunk a saját térfelünkre, és várjuk, hogy valami történjen. Fekete. Az jó. Na, hol a labda? Ott van. Povázsai. Majd Jüre feje fölött átszáll, Horog fejeli tovább. Kapná vissza. Budai tol rajta egyet. Budai lő. Ez így füstösé. Teljesen zavartalanul hozhatja, senki meg nem támadja. Egészen idáig. Budai. Feketének vissza. Fekete beadása. Füstös paskolja ki. Jönnek ketten is középen nagy lendülettel. Német kifelé cselez, most lő. Hát megint rossz megoldást választ. Így is történik. Sikerül megcsúsztatni. Ez füstösé. Úgy tűnik, hogy csak ő. Szeles középre. Elszáll. A hosszú oldalon még be tudják gyűjteni. Arena. Feketéhez. Fekete tekeri be virt fejjel. Ez így füstösé. Jogosan változtatunk, hiszen egyértelműen a vendégek dominálnak. Bata. Ha nincs les, akkor ez így zseniális. És jön Molnár Ádin a hosszú oldalon. Bata. Bata lő, Bata, mekkora gól! Sikerül megszerezni a vezetést a mérkőzés 56. percében Bata Kristóf találatával. A mérkőzés 56. percében sikerül megszerezni a vezetést a Vásárhelyi csapatnak. A gólszerző Bata Kristóf, hajrá Vásárhely! Két méterre meg kihagyta. Ez jó volt. Kicsit hasonlított a bőléjére, nem? Egy picit. Igen. Nem nagyon, de egy picit. Igen. Az elsőre. Bata Kristóf találatával, tehát sikerül megszerezni a vezetést. Sikerült egy góllal remélhetőleg megtörni a lendületüket, bár ugyanúgy jönnek tovább. Virt fordul kapura és lő, ez jócskán elkerüli a kaput. Szeles. Egy belőtt labda Budainak, Budai átlépi. Ez így lesz veszélyes, ott nagyon könnyen magadta magát a vendégjátékos. Negyed óra egyébként elterik a második félidőből, és most már jó kimondani, hogy 1-0-ás Vásárhelyi vezetést láthatunk. Szeles teszi középre. Ú, az ott elment keresztbe. Helyett Katona, most orosz. Ez Molnár Ádinnak jó. Pomozi jön ki a kapujából. Füstös Krisztián nagy harci kiáltással jön ki a kapujából. És már indítja is Batát, aki megint nem volt lesen. Bata! Na Bata! Pomozi véd! El lehetett volna dönteni szinte a mérkőzést. Mekkora zicser volt. Sajnos Pomozi hárítani tudott. Az is Pomozié. Nem tudom, a labda birtoklása százalékosan hogy nézhet ki, de nem túl jól. Viszont az eredményjelző meg azt mutatja, hogy vezetünk, ugye szerintem ez senkit nem érdekel. Rácz lő. Lényegében felszabadít Rácáron. Bármi ezt nagyon nem szeretnénk. A szép kis. Nagy integetés középre jön a szöglet. Ondra jó feje fölött átszáll. Akrobatikus mozdulatok ott. Ondra jó és Hegedűs a letett labda mögött. Hegedűs tekeri. Jó az. Kapura is veszélyes volt. Pomozi tudott hárítani. Hegedűs laposan. Lövésre! Meg tudják csúsztatni, és gólt kapunk a hosszú oldalon. Arena Ármin fejelt a kapuba, hogyha jól láttam. A csapatkapitány góljával, tehát egyenlít a Szekszárd. Kirúgta. Viszont. Arena Ármin góljával egyenlít a Szekszárd. Fú, bazd meg. Amúgy igen, tavaly is valami ilyesmi volt. És aztán kaptunk még egyet a legvégén, ja. Azt hiszem. A Szalós és Arena, Budai, Szeles. Középen eltüntették ám Povázsait. Bata 56. percben szerzett találatát, egalizálták így módon. De most ott lehet baj. Oldalháló.
Na, hol a labda? Játszál a túloldalra a Szalóshoz. A Szalós teszi vissza. Tóthoz. Tóth teker. Jön a fejes, ez így füstösé. És vannak... Sütőben tartotta még. Sütő. Teszi középre. Hűha. Péter Antal lép ki. André jó Molnárhoz. Molnár teszi középre. Jó is! Gyürki Máté találatával sikerül megszerezni a vezetést itt a hosszabbításban. Ott van! Gyürki Máté találatával sikerül újra megszerezni a vezetést. 2-1 ide. Hajrá, Vásárhely! Az ott van! Gyere, Piroz! Ott van! Hát ez a találat már a hosszabbításban esett, így a 91-92. Perc környékén. Ugye ezt nem tudjuk pontosan, hiszen megáll az eredményjelző ilyenkor.